közel 15 millió forintos beruházásnak köszönhetően kiváló minőségű útburkolaton közlekedhetünk, mondta dr. Kanc Csaba alpolgármester a sajtótájékoztatón. Itt ezen a környéken, ahol most állunk, több fejlesztés is történt az előző években, hiszen 2 évvel ezelőtt itt a Napsugárúton megújultak a járdaszakaszok. Tavaly évben az ótelepi utat újítottuk fel az év vége felé, most pedig az év elején áprilisban elkészült a Napsugárút, mintegy 180 méter hosszúságban, közel 15 millió forintból. Nagyon örülök, hogy itt ez a területrész jelentősen meg tudott újulni. Nagyon sok feladat van még viszont előttünk. Következő másfél hónapban mintegy 7 millió forint értékben kisebb járdaszakaszok újulnak meg, illetve néhány helyen újabb parkolók, murvás parkolók kerülnek majd kialakításra. Legnagyobb fejlesztés óvárosban, mint ahogy minden kedves óvárosi lakó már tudja, a nagy óvárosi projektnek az elindulása, most zajlanak a közbeszerzési eljárások. Ha minden jól megy, akkor a nyár folyamán a Május 1 park, a postaépület, illetve az útfelújítások egy része is el tud indulni. A körzetem másik felében, Alsógallán pedig a Táncsis úton szintén elindul a közbeszerzési eljárás, a kiírásnak az egyeztetése van folyamatban. Ott is augusztus folyamán szeretnénk elindítani munkánkat, az pedig mintegy 450 millió forintos munka. Úgyhogy itt mozgalmas lesz az előttünk álló időszak, a május, illetve a nyári időszak is. A mintegy 180 méter hosszúságú útszakaszt érintő felújítás során több mint 70 négyzetméter burkolati jelet is felfestettek, majd szintre emeltek 16 csatorna fedlapot. A kivitelezés kb. 3 hete kezdődött, a Napsugárút felső szakaszán a koporéteg kicserélésre került, a közműveket szintre emelt a kivitelező. A kivitelező cég az FTK Kft., aki keretszerződés keretében végzi az útfelújításokat Tatabánya városában. A tavaly előtti évben a Napsugárút alsó szakasza került felújításra, ott elegendő volt egy olcsóbb technológia, a repedés kiöntéssel oldottuk meg a pályaszerkezet megmentését.